egyik, hogy megérkeztek a csapatok, másik, hogy a nagyon pedáns B-közép tagjai rendkívül elővigyázatosak voltak, és nem ázott be a pirotechnikai felszerelés készletük. Tehát, ha nem is minden, de egy részét elsütötték gyorsan a meccs felvezetés egyaránt. Na, térjünk a lényegre. Itt a Nyíregyháza összeállításai, és a kapuban aztán Zalek, Bagoly, Bussi, Ambrus, Ramos, Hegedűs, Miskolci, Vukadinovics, Lippai és Dosszó. Nézzük, Herceg András milyen kezdő 11-et talált ki. Nos, Polexics a kapuban, Leandro, aki egyébként vírusra gyomorfertőzésre bajlódott a héten, de vállalta a játékot, szóval menjünk tovább. Takács, Kerekes, Bíró, Komlós, Mészáros, Kis, Kujamát, Vitkovics és Huszák. Egy helyen változtatott a várthoz képest, még a tegnapi nap provizórikus összeállítás képes is Herceg András. Rudolf Gergely végül is a kispadra ült, és Kerekes Zsombor kapott a kezdőben lehetőséget. Feltűnt egy pillanatka, fel fog majd hosszabb időre is a vezetőbíró Bede Ferenc tűnni a képen, segítője egyébként Szalai Zoltán és Tóth István. Bede Ferenc nemrég járt itt a Fehérvár elleni kupa elődönt alkalmával, itt Debrecenben, Nagy Erdőben ugyancsak ő fújta a sípot. És most is arra várok, hogy fújja a sípjába, mert akkor kezdődhet a keleti rangadó itt a 24. fordulóban a Soproni ligában. Pirosban természetesen a hazai csapat. És javul az idő, ezt újra és újra el fogom mondani. Örömömnek is hangot adva ezáltal. Annyira egyháza kezdte a játékot, hát a passz, Bussi, és még hátrébb. Ott veszélyes lesz, mert egyébként nem csak, hogy közvetlen az ötösön belül középen van Tócsa, hanem kevésbé szembetűnő, de az ötös és a 11-es pont között középen ugyancsak van egy jókorat Tócsa, ami vagy megcsúszhat a labda, vagy megülhet éppenséggel. Igen, főleg a jobb oldali kapunál van ez, ahol most Ti és Dániel fog dolgozni. Valószínű, hogy arról a négyzetről vettek így ebtéglákat, azzal pótolták a kapu előtti területet, majd ott friss fű került, és ezt lehet látni, hogy valóban a 11-es és az 5-ös között is elég nehéz a talaj. Ramos lőtte föl a labdát, vagy inkább lőtte át egészen Oleksicsig. Egyébként vannak ugye hiányzók, hogy a riportban is szóba került, ugye Sándor talál, Tamás térszalakúzódás, Ukmér ugye részleges térszalakszakadás miatt, illetve Fagyas Milánt műtötték, és hát a lábadozás stádiumában van. Ők a hiányzói a Debrecennek. A Nyíregyházánál ugye Szilágyi és Gránát, aki főleg a csatár posztról hiányzik, hiszen majdnem, hogy standard kezdők voltak az utóbbi hetekben, ami nem sérültek meg. Rajtuk kívül ugye Kornási és Kovács, nem állt most Révész Attila is, ez ő is stábja rendelkezésére. Kerekes fején pördült meg, de még hozzáért Ramos is, így dobhatnak a hajdúságiak. Érdekesség, hogy még soha nem nyert, erre már tettem utalás korábban a Nyíregyháza vendégként a Debrecen elleni mérkőzésen. Egyetlen egyszer tudtak ponttal távozni, az sem tegnap volt, 83-ban 0-0 volt a két csapat között. Egyébként a többi meccs közül 4-et 2-0-ra nyert a Debrecen, egy pedig 2-1-re végződött, ez volt legutóbb 2005-ben. Ősszel Nyíregyházán pedig egy-egyet játszott a két csapat egymással. A hazaiak szereztek vezetést, ugye akkor a Nyíregyháza volt otthon, és Zsorzs lőtte a gólt, aki most a kis padon ül, és Kerekes Zsombor egyenlített. Dosszó. Komlósi jött jól, illetve Mészáros, most Komlósi. Van itt egy-két oszlop, amely behatárolja a látó teremet, Kerekes Zsombor. Bent tartja, aztán fűre kerül, kihúzta a lábát a védő, megerősíva. Leandro kocog oda. Ugye vele kapcsolatban tudjuk, hogy nem csak ez a bizonyos vírusos gyomor borult vagy fertőzés átáltatta, most ahhoz, hogy eddig hónapok volt egy bizonyos kis csontkinövés a sarkán. Jól csavarodott ám, de remekül helyezkedett ott Bagoly. Ezért jön át ő ide, a jobb oldalra szabadrugást rúgni, hiszen bal lábbal a kapu felé tudta csavarni. Most érkezik vissza Komlósi a védelembe, hiszen minden rögzített helyzeténél a Debrecennek, a két belső is, köztük Komlós is felmegy fején. Közben láttunk egy lövési kísérletet Tuamától, de nagyon rosszul találta, épp hogy eltalálta, kipörgött a labda ide az oldalvonalon túlra, így dobhat a nyílség. Ramos. Jöhet egy kontrával a Nyíregyháza, Vukadinovics dobja ki balra. Komlósi előnyösebb helyzetben volt, a labdaszerzés érdekében a szabálytalanságtól sem riadt vissza a színvonal Dosszó.
center. Negyedik perc, amikor Fede újja leadó szóval szemben elkövet egy szabálytalanságot. Úgy, ahogy az imént a Debrecen védelméből is ugye mentek föl fejelni, ahogy említettem, ez ugyanígy van a Nyíregyházánál is, főleg Bagolya az ugye, aki csapatkapitány és belső védő is fejelni megy föl. Miskolci szabadrugás után megcsúsztatott labda, majdnem így behullott oda a hosszú fölsőben, odaért még Oleksics. Bizony nem volt veszélytelen, nagyon kellemetlen labda a kapusoknak, hiszen nem lehet látni, hogy a lassításban megpattan a labda, így teljesen kiszámíthatatlan ívet ír le. Itt, ott kerekes lesz itt a fejé. És éppen ugye lehet látni, hogy behullott volna abba a felső sarokba, Oleksicsnek észnél kellett lennie. Jön az első szöglet a mérkőzésen az 5. percben. Itt a labda, hol a labda, Huszák fejelt bele, és most kerekes csapott le rá vércseként, és indul meg. Nagy mentés volt ez Ramosztól. Aztán nem tudja bent tartani a légiós. Hát kérem, hihetetlen, nem ugye süt a nap. Az finom tud lenni egyébként eső után, ugye a fűre rásüt a nap és elkezd párolódni. Ez 100%-os páratartalom. Akkor aztán még nehezebb a munka a pályán, a fű fölött. Nyíregyházi dobás. Nem működik a eredményjelző. Állítólag már megrendeltek egy modern eredményjelzőt ide a stadionban. Hajdúságjak, de jelenleg ilyen kis átmeneti, olyan, mint a vízilabda meccsekek körülbelül látható, jelenleg a mérségi. A meccs előtt úgy is nézett ki, mint egy vízilabda meccsi. Passzolt a gémához. Éppen hogy csak, de elérte még hegedűs a labdát, pedig Kulamához készült kiugrani. Bíró koszog előre, hogy elvégezze a bedobást, a 16-os egy magasságából, Kuemaha, egy megelőző szerelés, aztán hegedűs rúgossz a bíróval. Most már megoldódott, de csak átmenetileg a probléma, mert visszaszerezte a Debrecen a labdát, majd el is vesztette rögtön. Ugyanakkor a bedobással jöhet Takács. Cvitkovics. Na mit tud kihozni a védő gyűrűjében? Hát ennyit tudott Dosszó. Takács. Igen, amire számítottunk és amit hallottunk, hogy egy zárt védekezést tervez a Nyíregyháza. Ezt kaptuk és ezt szemlélhetjük is a pályán. Egyelő Dosszó az, aki egymaga. Ezért is volt az imént nehéz helyzete, tehát egy csatára játszik a Nyíregyháza, négy védővel, előttük még egy segítő és négy középpályás, tehát lehet azt is mondani, hogy öt védővel, négy középpályás és egy csatár. Kemény oda csúszás volt, igaz, hogy Ambrusz jobb lábbal a labdát találta, de ballal a debreceni játékost kaszálta el. Huszák próbálja összeszedni magát, nyilván fájt. Hogy rácsúsztak. És persze megint Leandro ezóta nem beíveli, hanem lepasszolja bírónak, aztán átkerül a túloldalra. Hát igen, az biztos, hogy az egyetlen lehetőség, vélem én, összezárt, betörült védő fallal szemben, ha járatják a labdát, próbálják mozgatni a védőket. Gyakorlatilag, jobban nézzük, 5 időnként 6 játékos egy vonalban hátul a sárga kékeknél. A baj. Huszák szerez labdát, bíró és Bablósi. Érdekes módon, jól látom, két Debrecen is már melegít. A hazai kapu mögötti területen pedig épp, hogy elkezdődött a meccs, a 8. percben járunk. Itt az imént jelenet még egyszer. Hát a könnyükét is használta Szómiszó Ramosz. Hátba könnyökölte debreceni kollégáját. Komlósi. Azért csúszkálnak a fiúk, most is nagyot esett hegedű, szerencsére épp nem oda passzolták a pirosak. Hát az irány változtatás, a hirtelen fordulás, hirtelen megállás, hirtelen indulás, az mindig gondot okozhat ám ebben a talajon. És egyre inkább, hogy halad előre a meccs, egyre jobban felszántják a fiúk. Olykor egymást és Lippai egy ütemmel elkésett kerekes zsomborlábát találta, a labda már nem volt addigra ott. Tyú!
ugye a fájdalmas is lehetett egyébként, mert nem csak a lendülettől a becsúszás után történt a szabálytalanság, hanem ha jól látom rálépett kerekes lábára. Már nincs olyan közel ez a rögzített helyzet, de ugye említettük a kapu előtti területet, azt a nagy tócsát. Most látják is a kedves nézők. Onnan kell elugrani azért... a kapusnak. Így van, és hát az oda lecsapódó labda mellett, hogy nagy, így van, nagy, nem porral, hanem nagy, nagy vízpermettel érkezik, kiszámíthatatlan, hogy hova pattan tovább. Na, akár Fittovics, akár Leandro esetében elképzelhető, hogy ezt innen kapura terelik. Kerekes feltette a bal kezét, tehát még talán fejes is lehet belőle. De ez kapura megy! Kapufáról kijön, ott a helyzet, és visszaér óriási mezei és Dániel. Óriási, na, azt azért hozzáteszem, hogy nem érkezett védő, tehát saját magába hiti, és hogy ezt ki fogja védeni, védő nem jött a kipattanóra. Ez általában, főleg ilyen talajnál ez kötelező, hogy a labdával együtt érkezzenek és figyeljenek a kipattanóra a védők. Ezt nem tették meg így, és két bravúrt is bemutatott egymás után. Két nagy lehetőség, a szabadrugás és a kipattanó kapura terelése gyakorlatilag 5 másodperce belül. Itt van még egyszer, kapufára tolja így, és középre pörög, jön keresztbe, bemozog, ha jól látta, meg is csúszott közben Komlósi. Miközben készülik a második hazai szöglet, tehát vissza kellett kanalaznia, és addigra így is érkezett. Tíz szöglet, vagy afféle figura, Zivkovics. Nagy ívben át a 16-os túloldalára, és ki is fog pörögni ez úgy fest 12 van. Hát hogyha ilyen alapszabályokat említettem, ugye a szabadrugásoknál, ez valóban így, ahogy kérik, minden edző kéri ilyen csúszós talajon, hogy támadják a védők a kapust, és esetlegesen kipattanó labdát kirúgják. Olyan alapszabály egyébként a csatároknál, hogy az ilyen közeli zicser helyzeteket mindig léc alá rúgják. Komlósi nem, ha hibának róható fel, hogy ezt a közeli helyzetet nem tudta értékesíteni, akkor talán ebben ez volt a hiba. Nem a léc alá rúgta, hanem laposan próbált kapura lőni. Hopp, így Lipairól ment ki, bizony visszapattant rá. Hát annyi mentségére legyen mondva Komlósinak, hogy próbált beleállni abba, hogy visszakanyarítsa, de csúszott ki magáról a ballába, miközben jobban azért legalább kapura tette. Így van, ilyesében a bátor kapus, tehát kedves nézők közül, ha valaki őt nem ismeri, nagyon, nagyon sokszor véd úgy egy az egy elleni szituációkat, hogy bátran önmaga testi épségét sem kinyelve vetődik közbe, itt is így volt. De inkább a föld fölötti terület az, amit ilyenkor egy kapus védeni tud. A léc közelít, ugye a felső léc közelít, azt nem tudja a kapus védeni ilyen közel. Közben Huszi ívelte föl, és aztán bíró ellenfél, ez nem az. Csípve a labda, vagy inkább Huszáknak, ez persze egy jobb a Debrecen számára. Belekapott Ramos. Rosszó. Hát nem tudom, hogy itt most a védő tett azért többet, hogy ne tudjon gyorsan fölpattani és megállni a lábán, vagy a talaj. Lényeg az, hogy lefújta Bede Ferenc. Ott volt szerint itt egy, és Kisnek is ott van a keze. Tehát ha nem is attól esette, hanem elcsúszott a csatár, a játékvezető azt a bizonyos kézzel való érintést vélte szabálytalannak. Alexi, csak akinek igazán egy védeni valója volt, az a bizonyos szabadrúgás Miskolcita, amiben beletette a fejét kerekes, és hát hullott volna a bal felsőbe. Egyébként ilyen kirúgások, meg ehhez hasonló komoly feladatok hárulnak rá, legalábbis az ELTE 12,5 perc során. Leandro, Komlósi. Ezzel most megkönnyítette a Nyíregyháza dolgát. Így és. Hát Polexics ez. Na, ugyanez visszafele? Vagy milyen most? Hát hasonló. Óriási kirúgás. Ezzel azért beleér majd mezőnyjátékos is, de aztán csak kiköt ígyésnél. Na, még egyszer. Nem, most kigurítja. Buszi. Vagy Embuszi, könnyebb kimondani. Afrikai légiós nevét, de nem könnyebb áthámoznia magát ettől még kerekesen. Kis. Huszák, Leandro.
eléggé a hossztengelyében nézik a védelem, a középső harmadba zajlik javarészt a meccs, hogy nagyon nem sikerült meg egyik félnek sem a védelem mögé keverednie. Most is egyből be a passz középre, de még ebből persze még kihozhat valamit Liptai, ha tud. Ez jó lehet, Dosso fordulásból kapura lőtt. Nem volt ez ügyetlen megoldás végső soron. Hogy nem elégedett maximálisan a bék közép a debreceni csapat játékával, de lehet, hogy rosszul értettem azt, amit skandáltak, hiszen csúszik oda. Leandrónak még jó lehetett volna, de Ramos ügyesen még belepiszkált. Vukadinovic. Cifkovic rontott rá, mi több szerzett is labdát. Mészáros és Oleksic. Egyébként az őszi mérkőzésen picit visszakapcsolódom még, illetve annak körítéséhez, hát emlékezetes, hogy a debreceneket kísérő lovas rendőrök ott azért közbeavatkoztak máig vitatott módon és van indokkal. Hát itt ilyen hírekről hál' Istennek nem kaptunk információkat. Tudom, hát ezt ír a lövésre, és kis Bagoly azonban jó helyen állt. Pai vissza. Miskolci finom baka mozdulattal, és ez nem jó viszont. Lipai lemondóan hasított és állt is meg. Biro. Gyerekes. Oda pakolt neki egyet, deményen hegedűs. Szák. És itt hosszúnak tűnik, főleg így, hogy jön így és lövé. Egyébként szerintem még a Debrecen számára a plusz, és lehet, hogy ez fog esetleg döntően közbeszólni itt meccs közben. Sokkal erősebbnek tűnik a kispadja az a csapatnak, hogy megnézem a bevethetőket. Ugye a Balogh János kapustól kezdve Dombi, Igor Bogdanovics, Udov Gergely, Máté Béde, Demjén Gábor, Szakály Péter, ugye a Kaposvártól szerezték kéne, és egyre inkább formában rendőrnos. Akár a kezdőben is ott lehetne bármelyikük. Valóban sokkal bővebb kerettel dolgozik a Debrecen, több minőségi és rutinosabb játékosa van, tehát az is lényeges, hogy nem csak létszámban, hanem minőségben is sok jó játékos van Debrecenben. Ezen Huszák Tamás szépen légstoppal levette a labdát, de éppen hogy áthaladt az oldalvonalon. Ambrusznak még nem sietős, hogy dobjon, pedig itt van a háta mögött egy labdon, és rászóltak, hogy jó lesz az a hétcsöben. Nagy harc, földharc is volt benne, a nevető harmadik Ramos indít, Dosso, hoppá! Abban a pillanatban billentették egyensúlyából Komlósit, amikor éppen a védő el be akart ugni a labdába, hogy elrúgott a labda mellett. És úgy éreztem, hogy mintha be akart volna a Komlósit támasztani Dossónak, és Dosso megállt, így elesett előtte, de valóban a csatártól volt egy kis szabálytalanság. Azt hiszem, hogy erre rendezkedhetünk be, hogy ilyen ellentámadások lesznek majd nyíregyházi részről. Én azt figyelem most, hogy eltelt csak 18 perc. Ugye Sándor Tamás sérült, ő lenne itt a háta azon szabász. Ezt is használhatjuk, ugye Debrecenben ez egyértelmű. És mint hogyha most ezt a feladatot a Kizolt a Leandro párosnak kellene valahogy megosztani egymás között. Ugye Kizol inkább szélen szokott feltűnni és játszani, de most hát hol jobb kettő, hol bal kettőt, Leandroval váltogatják ezt a posztot.
szerepel a négy fős közé. De a variációs lehetőségben ez is benne van, most például Cvitkovics az, aki bejön középre, ő is egy szervező vénájú játékos, tehát abszolút meg tudná ezt valósítani, ugye bal oldalról indul. Így van, bal oldalról indul, most bejött, most például Leandro és ő vannak középen. Nyilvánvalóan teljesen más ez szerkezetileg, mint amikor Sándor van a pályán, mert akkor ő egy maga ott, aki egy némileg statikusabban, mint az imént említett két játékos, de szervezi a játékot. Hát gyakorlatilag ugye az várható volt, jobbára a Nyíregyháza tér felén zajlik a játék. Ugyanakkor a szervezettségüket ezúttal is bizonyítva a sárgák, elmondhatjuk, hogy a 16-os vonaláig sem nagyon engedik az ebbeszeni támadásokat a nyírségiek. Tomlósi, kint. Igen, hát ugyanis amit sokszor megszoktunk, pláne a modern labdarúgásban, hogy a védelem mögé beívett labdákkal operálnak, hogyha nincs más ötlet, az itt azért nem mehet a Debrecen részéről, hiszen a kapuja elé húzódik vissza a Nyíregyháza, tehát nincs hely, hogyha a védelem mögé ívérek a labdát, akkor ott már a kapus áll. Tehát ezért valóban egy ilyen kézilabdásszerű taktikai elemet lehet látni egy beállt védelem ellen, ugye addig-addig passzogatják körbe, amíg esetlegesen lukat találnak az ellenfél védekezésében. Bagoly végül megoldotta, bár első gondolata az volt, hogy kikíséri a labdát, de az lassult erőteljesen, más verzió, a B lépett életbe. Cvitkovics. Ez láb volt, ezt onnan megint rá lehet ám küldeni. És ha nem fáj annyira Cvitkovicsnak, akkor szerintem ő maga el is fogja ezt lőni. Sípcsont magasságban jött Bagoly nyújtott lábbal. És utána borzasztóan leszúrta csapattársát. Nem tudom, ha jól láttam, akkor Lippai volt az. Nem, Lippai volt, szerintem ő érkezett késve, tehát a ő helyére kellett kimennie és szabálytalankodnia. Egyértelműen ugye a Nyíregyháza csapatában, nem csak a védelemben, az egész csapatban. Most is ő mutat. Ez egy érdekes dolgot lehet látni, kimutatott Bagoly a kispadra, hogy csere. És sétál is lefelé egy játékos, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Vukadinovicsra mutatott egyébként, hogy csere lesz. Húzza is a lábát egyébként a középpályás, de most nézzük Szitkovicsot. Ellövi! És kiejtett a kezéből, de mekkora mázlia van Illyésnek. Úgy csorgott tovább a labda, hogy nem a léc mellett belülről, hanem kívülről ment az el. Így van, hát ez ilyennel kell operálni, ilyen pályán. Lehetett látni, hogy a tócsa szélén borzasztóan felgyorsult. Megtette azt egyébként Illyés, amit ilyenkor kell, hogy testtel mögötte volt. Ezért, ha ki is csúszott a kezéből, az öléből, ott volt mellette, és így kifele pattant róla a lap. Cvitkovics szöglete a rövidre megy ez is, mint a legutóbbi innen, pedig a Leandro tekerte be. Mészáros egyedül maradt hátul a szögletnél a pirosak közül. Leandro felé, remek helyezkedéssel Bagoly, nem, Vukadinovics, és igen, húzza a lábát, ő is mutatja, hogy csere lesz, nem csak Bagoly. Cserélni kell. Ugyanakkor nem nagyon látok olyan állapotban lévő nyíregyházi cserét, aki már rögtön beállhat. Tehát ketten rögtön elindultak, ugye meleg idején, de az egy 3-4 perc biztos. Hoppá! A mozdulat szép. Közben Bagoly leszúrja védőtársát, hogy miért fejelt el előre, ráadásul így, hogy majdnem helyzetbe került Leandro. Az ott a szerencséje Nyíregyházának, hogy háttal a kapunak Leandro. A mozdulat bravúros, csak fölé megy. De azért volt egyébként bravúros a mozdulat, mert nem volt magasan ez a labda, tehát gyakorlatilag nem is ugye fej magasságban egy labdát ollózni könnyebb, mint mondjuk egy derék magasságú. Nem is be tudok bújni alá annyira, hogy így van, tehát ez valóban a mozdulat az bravúros volt. Közben kerekes futtatnál Kuhamát, oda csúszik Bagoly, labda volt, tehát csak bedobás. És a füvön a vendégek. Még jó se, ha jól látom, igen, nem tudja, már lábra sem tud állni, szegény. Hát lehet, hogy egy Dejan kisebb sérülés volt, majd tovább futott, és még jobban. Most meg a derek a fáj. Csere lesz, most már Bede Ferenc is ezt mutatja, a derek a fáj pedig. Zsorzsien?
nézzük. 21-es, igen. Így van. Grossman ugorva. Ő lőtte ugye a keleti végi derbi őszi találkozója a Nyíregyháza gólját. Igen, most kíváncsi vagyok, hogy Zsorzs milyen pozícióba érkezik. Eredetleg csatár egyértelműen. Igen, de úgy láttam, hogy Dosszóval beszélt Révész mester. De Dosszó visszamegy a csatár vonalba, tehát valószínű, hogy Zsorzs nem csatár pozícióba fog bejönni, hanem inkább egy kicsit hátrébb. Guamá megbirkózik a labdáért, még mindig ő be is gyött, így a gólhelyzet, Huszák, és itt a vezetése a Debrecennek. 25. perc, 20-at talált a sarokba a lába között a lövés nyomán a labda. Nagyon, nagyon szép teljesítmény volt Huszák, mert nem egyből rúgt el, volt cérnája, türelme, technikai tudása is ahhoz, hogy átvegye ezt az erős belőtt paszt, minden lehet látni, egyébként Guamahája az érdem, a beadás. Itt nem egyből előtte, szépen vette le, maga előtt maradt, és úgy helyezte utána jobb alsóba, így és tehetetlen volt ez úttal, úgy érzem. Ugyanakkor a sárgamezes védők helyezkedése is tanulságos, hogy mindenki levált Huszákról, leváltott róla, és nem váltott rá senki. Tehát volt ideje, lehetett cérnája hozzá, nézd meg. Most dobja össze magát a két védő, és körbe meg álltak sárgák 3-4-en rajtunk kívül is. Csak pont Huszákra, nem? Ezzel persze az ő érzemeit nem akarom kisebbíteni, mert a lehető legjobb megoldást választotta Huszák Tamás, vezette át a Debrecen. Közben Mede Ferenc jött ide ki az egészségügyi személyzethez, hogy valami nem stimmel. De most már folytatódhat. Egy középkezdéssel természetesen. Mostantól érdekesebb lesz a dolog, hiszen a Nyíregyháza nem játszhatja azt tovább, amit idáig. Attól kezdve viszont a Debrecennek több lehetősége lesz majd, hiszen egy kicsit lazább lesz a Nyíregyháza szerkezete. Hát reményeink szerint több helyzet, több lehetőséget fogunk látni. Úgy is mondhat, ugye Révész Attila, hogy remél, hogy minél később kapnak gólt, és annál idegesebbé válik a Debrecen. Hát ez a reménye 25 percig, nem egészen 25 percig. Ez a hazaiak szempontjából ideális, tehát azért ez a 25, ez pont jó. Itt általában a második félidő, az első félidő elmegy gól nélkül, ilyen védekező taktikánál az már azért jó, bevegy a csapat, levegőhöz jut, majd utána kijönnek a másodikra, ott számít az első 10 perc, és utána jött volna az, amit Révész. Közben összecsúszott, meg is nézhetjük még egyszer Miskolc és Leandro, és pont a térde alá érkezett, ott látjuk a bal térde alá Miskolci lábát, ez fájhatott. Gyakorlatilag a stoplissal ott fékezett, meg a stoplikkal. Nem volt szándékos, hát ilyen talajon nehéz egyébként. Nem tudja megállítani magát a becsúszó játékos, tehát ugye ezen a vizes fűben tovább csúszik. Annyi még, ami ilyenkor pehes, hogy Leandrónak ugye a sípcsont védő fölé kapta a rugást, tehát van védő felszerelés a játékosokon egészen pont a térd aljáig, de onnan már nincs. Ő pontot kapta ezt a rugást, de ahol már ilyen védője nem volt. Mondhatnánk, hogy a térde az Achilles pontja, de ez nagy maradság. Igen. Gólszerző rajtolt a labdára, de Bagoly lépéssel hamarabb érkezett. Takács, Guamá jön, de alá futott, aláugrott a labdának. Mészáros. Dosszó megszerezte, és nem volt szabálytalan, Mészáros ezt eltötyörögte egy picit. Dosszó gurít középre, óriási mentés. Bezony kellett ám a mentés. Nagyon rosszul számítottak, először a labda felé indult ugye a kapus Poleksics, aztán érezte, hogy nem éri el, visszafordult, de úgy meg aztán végképp, nem tetszik látni. Tehát ha bíró nem jön, ez Miskolcán a viccer. Így van, valóban Poleksics úgy vélte a beadásnál, hogy ezt kivetődve meg tudja kaparintani. De olyan közel volt az ötös vonalához, hogy erre nem volt lehetőség. Miskolci szöglete! Ott, mint a mellé ugrott volna Dosszó. Ez Komlósiról ment ki, én úgy de így Komlósiról ment ki, miután mellé fejelt a légiós. Jön a harmadik szöglet a Nyíregyházának. Hát rögtön érezhet, hogy följebb tolta a játékát egyébként a nyírségi csapat a bekapott gól után.
Újabb lehetőség, szerintem Bagoly felkarjáról, válláról ment ez ki, igen. Nem veszeni kirúgás. Úgy gondolom, hogy már nem tervezték ugye Zsors beállását, itt lehet látni a szögletet, szerintem ez, igen, ez a legutóbbi szöglet volt, de Zsors beállásával azért veszélyesebb lesz a Nyíregyháza játéka, tehát két olyan játékos van a pályán, Dosszó és Zsors személyében, akik most is ő kettőjük között volt a labda, akik azért nagy veszélyt jelenthetnek majd a Debrecen kapujára. Ramos labdája szerintem le sem volt egyébként ott Miskolci, csak nem emelte az asszisztens az ártan éveszt, utána hiába fut, nem éri el a labdát. Miskolci, így dobhatnak a pirosak. Nem tudom, hogy mi lehet a lecserélt játékosunkkal, mert... Hát azt most nekiért, hogy a lenti riporterünk kérdezze. Tehát szegény, nem néz ki jól. Atyavilág. Nem tud már mozogni sem, nem tudom, mi történt a gerincével. Itt ugye a hordánya most viszik el. Igen. A kis padok előtt. De az volt az érdekes, hogy feküdt a földön, majd ugye saját lábán jött le. Most láttam, hogy ilyen nagy kupoktanács volt a kispad előtt. Azon vagyunk, hogy valamilyen útonon kiderítsük mi is. És én úgy látom, hogy a sárga... Hát egyik kollégámtól itt a fülemre nagyon borzasztó információt hallottam. Elképzelt, hogy kiszakadt a tüdeje, lehet, hogy a bordája megrepett, vagy eltört, és ezt... Hát nem tippelek tovább, mert... Hát egy biztos, hogy azok a sárga ruhás emberek, ugye fekete felsőben az itteni mentőautóhoz tartoznak, tehát gyakorlatilag valószínűleg kórházba kellett szállítani. Innen is jobbulás, reméljük, hogy nem lesz azért komoly baj. Nagyon szélén egyik kollégám ismét megerősített, hogy valószínűleg tüdő problémát most rögtön kórházba viszik. Dejan Vukadinovicsot, jobbulást kívánunk neki, bármilyen fejlemény van az állapotát illetően, és tudtunk rajut, akkor azt megosztjuk önökkel. Na nézzük, Ramos. Néztük, és azt láttuk, hogy a labdája nem jó senkinek a társak közül. Száros kirúgása. Tovább már alászállt. Miskolci. Nem sikerülhet ezt gondolom belőle elérni. Bíró. Egyszer, majd kétszer Ambrusz. És megint bíró. És megint csak bedobással. Dosszó, lejön szemből. Hoppá, kicsúszik a kezéből a kapusnak, aztán javít. A Kolexicset én eléggé bizonytalanak érzem ma. Miskolci egyből rá akarta ívelni a kapura, és hát amíg még repült a labda, és nem ért bele Debreceni láb, én úgy láttam, hogy igencsak a kapu felé ment volna. Kuemá saját magát szöktette, picit hosszan is. Aztán csöppet lökött Bagolyon, de ez még belefér, vállal történt, legalábbis Bede szerint. Na most nagyon őrizetlenül Leandro leveszi, fordulásból lő mellé. Szép jelenet, de megint ott Ramos mutatja többieknek, hogy hát most hol volt innen az ember, méghozzá Miskolci, legalábbis elnézett szemrehányóan Ramos, hogy... Így van. Hát ott voltak mondjuk, egy kicsit késve érkeztek, mindenki ugye... Miután ugye a támadással egészen a kapuhoz csúszott, és Leandro visszalépett, így maradt üresen, majd így tudta leadni lövését. Azért ez a lövés mutató arány pár sokat jelez, két hazai, egyetlen egy vendégkísérlet. Most ezúttal egy debreceni fiú marad lent.
Alexis kirúgja, aztán még fölborítja ellenfelét. Hát igazi keleti rangadó, mindig magas kap bűfokon élnek, égnek a játékosok, de ez mondjuk érdekes volt. Nézzük Huszákkal, mi történt. Aha. Balossal kapott. Balossal kapott. Nem volt szándékos, de kim volt a könnyöke tény a nyíregyházi középpályásnak, hogy felugrott. És hát el is érte Huszák orrát. Itt még jobban lát, nem, de látszik remekül, ahogy Lippai bal könyöke eléri Huszák Tamás lóziát. Tartja, dobja ki arra Miskolcinak, méghozzá jól. Miskolci balos beívelése, és Paleksics. Most ezt biztos kézzel fogta. Huamá megy, Mbussi mellett, a védő nyerte azt a csatát, de ott van Cvitkovicsnál. Zalek tapad egyébként szinte végig, a saját tér felé legalábbis Cvitkovicsra. Kerekes, nagyszerű labda. A középreadás Huszáknak jó lehet, még tovább Kis, a jobb oldalon bírót futtatja meg rendesen Kis Zoli. Nagy mentés. És gyönyörű ez az indítás a védők mögé beinduló Kisnek. A hosszú oldalon Koyama Hana, de nem annyira hosszú oldalon, hiszen ő a kaput próbálta volna bevenni. Huszák ismét ugye többször a gólnál is, meg Iventi Leandro lövésnél is említettük azt, hogy a második vonalban mindig van üres Debreceni, ez most is így volt. Tehát az első vonalon elfut a sok védő, és itt is Huszák visszalépett az iménti beadásnál, ami egyébként rossz volt, de ismét, hogyha jó a beadás, akkor őt üresen találhatta volna a 16-os vonalánál. Koprós ilyen közben, bíró. 10 perc még a szünetig, egy gólos hazai vezetés, ugye a Huszák a 25. perc találta meg az utat a nyírségi kapuba. Bagoly. Huszák ráront, Bagoly vinni el, Huszák lábáról megy ki. Ambrusz. De nem nagyon kérik tőle, úgyhogy hátrafelé Bagolynak. Ambrusz jót volt üresen, de inkább Zalek. Ugye játszott korábban a Ferencvárosban, játszott a Diósgyőrben az argentin jobbek. Idérleg már a Nyíregyháza labdarúgója. Hopp, Kis Zoli, finom. Leandro lett volna, ha átveszi. Zalek. És Paleksics. Mindig kimondtam, lehet, hogy úgy besúlt az a legutóbbi állomás Zaleknek. Kerekes, óriási nagy párviadalban, és gyönyörűen áttette a bal lábára, és a mentésem kicsi Zalektől fejjel. Lippai, Miskolci, na de jön bíró is. Indításnak sem lett volna rossz, ha éppen erre számít Huszák. Hegedűs bikázta ki a túloldalra, Zsorzs nyargal. Szép szerelés. Talán rálépett a lábára, eközben Zsorzs. A hazaiak hatósának, Takácsnak, így kirúgja oldalra a játékostárs Mészáros. Nagyon fáj Takácsnak, az biztos. A nézőknek ott becsúszik. Aha, ahogy lépett, nem a lábára lépett rá, hanem a cipője szerintem, ahogy lépett Zsorzs, eltalálta Ambrusz arcát. Ambrusz Takács. Megtörölt az órát a cipőjével gyakorlatilag. Hát eddig nem volt náltás, most biztos. Tessék nézni a bal láb fejét, Zsorzsnak ott. És ott meg, igen. Nem egy kellene szó. Ettől függetlenül a játék ment tovább, tehát utána nagyon helyesen a játékvezető, amikor egyébként debreceni védő rúgta ki, ezért most a háttérben látták a kedves nézők is, hogy visszaadták a nyíregyháziak, megállított a játékot. De utána egyébként lett volna egy lehetőség a nyíregyházának, érzésem szerint egy kicsit korán.
próbálták középre adni a labdát. És Száros, ha kimegy szöglet, nem ment ki, illetve nem az alapvonalon keresztül, csak dobás. Egyből mutatta ezt az asszisztens Lóth István a túloldalon. Hosszú, Takács, itt Szivkovics. Kerekes. Ezeket a fölült labdákat általában jól tartja meg, jól fedezi, nem nagyon tudják szerelni a sárgák, vagy ha igen, akkor így szabálytalanul. Leandro, majd Bíró, Komlósi, Leandro, Mészáros, hátul megy az adogatás most a Debrecenben. Beveszik Takácsot is, Szivkovics, Mészáros, 40. perc már. Van egy érzés az emberek, a Debrecen azért az egygólos vezetéssel átmenet egy picit nyugodtabbra váltott. Nem erőltetik a támadás építést olyan nagy vehemenciával. Kell rúgni, hiszen ott maradt Kerekes és Kuemaha, aztán végül is nem buszit választotta így, és Miskolc jelöl Bíró, Huszák, ez jó passz, Leandro mehet. Gyakorlatilag három támadó, három védő volt, most már még négy védő érkezik. Szivkovics meg hatalmasat bucskázik, a tettes kap egy lapot, nem buszi. A meccs első sárgája. Azért volt valami bája ennek a mozdulatnak. Hát óriási lendülettel érkezett a levegőben. Hát hál' Istennek Szivkovics a levegőben volt, felkapta a lábát, hiszen akkor szoktak nagyobb problémák adódni ilyen esetben, hogyha a támadónak lent van a lába, meg akad a stopli, és úgy érkezik nagy lendülettel a keresztül. Minden esetre szerintem teljesen jogos volt a sárga kártya ezért a belépőért. Szivkovics. És szöglet lesz, Zalek majdnem a stadionban is kifelé. Közben időnként hajtó csapkodás hallanának, mi halljuk Attilával. Ez azért van, mert mellettünk van, ahol őrtorony egyúttal, ahol a rendszertartók figyelik a szurkolókat. Időnként érkezik a robotzsavarú kinézetű biztonsági felszerelésben beöltözött rendvédelmis is. Erre mondják, hogy áthúzta magát ellenfelén Zsorzs. Ezekben egyébként van fantázia, van veszély. Egyébként láthatjuk, valóban használta a kezét. Ugye említettem már, hogy a rögzített helyzeteknél, a szögleteknél is a védő Komlósi is fent van. Két belső védő fent van a Debrecen csapatánál, tehát egy esetleges ilyen szöglet utáni kifejelés után, ha Zsorzs meg tud iramodni, akkor ugye nem a megszokott felállt védelme ellen megy a nyíregyházi csatár, hanem a rendes védők helyett visszarendeltek ellen. Tehát ezekben lehet lehetőség a nyíregyházi csapatnál. Szivkovics marad a labda mögött. Keményen rátűzik, kacsázott a labda, így és ő kimegy oldalra. Aztán Miskolci, nem biztos, hogy így akarta, de úgy mentett, hogy szögletre terelte. Nagyon pörgött a labda, nem tudta a védő kiszámítani. Itt láthatjuk még egyszer a labdát. Kellemes. Teljesen jól lehetett látni, hogy át a labda levegőben, ez nagyon kevesek, ritka, hogy így van, így szóval tudják. Hitált, úgy így van eltalálni a labdát, és valóban csapódott lefelé, ezzel nehezítve Illés dolgát. Újabb szöglet, ha jól számoltam, az ötödik haza, ide lehet, hogy a hatodik. Egyébként ez azért mondtam, hogy ritka, hogy valaki így teli rüsszel tudja a labdát megrúgni. Ez egyszerű matematika, hiszen Szivkovics sem egy nagy lábon élő játékos, a cipője méretére gondolok. Roberto Carlos. Így van, tehát teljesen rüsszel nem kell elfektetni a rüsszét, hanem teljesen el tudja találni, és akkor mennek ilyen veszélyesen a kapu felé a labdát. Ez meg még veszélyesebb. 2-0.
És megint csak Huszák, ha jól láttam, dupláz a fiatal középpályás, és a szünet előtt növeli a Debrecen előnyét, 2-0. Így és érdekesen jött ki, de nézzük meg a lassítást. És még beleért talán Bagoly feje is. Annyira rosszul talált el egyébként a debreceni játékos, hogy inkább vállal, de aztán Bagoly fején annyit pörgött a labda, hogy ilyesnek esélyesíts. Aki... Hegedűs az. Hegedűs az, bocsánat. Igen. És Takács a gólszerző. Nem Huszák, csak ott a boly közepén nem ismertem fel, elnézést tőle egy utólag is. Tehát Takács Zoltán góljával 2-0. Nagyon jól élesen jött be a szöglet. Valóban nem tudott rá és kimozdulni. Az iratlan törvény az kegyetlenül fogalmaz ilyen esetekben, hogyha a kapus elhagyja a vonalat, elhagyja a kaput, akkor meg kell szerezni a labdát, hogyha nem sikerül, és ebből balhé van, akkor azt a kapusra írják. Meglehetősen tanácsolnak tűnt, hogy mit is tegyen. Ezúttal így is. A legutóbbi 6 Debrecenben eljátszott DVSC Nyíregyháza bajnoki közül 4-2-0-ra végződött. Most itt ez is 2-0, de ez még csak a szünet előtti másodpercekben ennyi. Víró, Kerekes, pedig maga sem emelt a lábát, Zsombi, akiből csak egy van itt Debrecenben. Majdnem kaptunk egy paszt, Attila. Igen. Készültem. Egy perc plusz, mutatja itt a negyedik játékvezető, Gyarmati 2 Tibor. És ez már el is kezdődött. Lassan már be is írhatjuk, hogy Nyíregyháza 2 gólos hátrába kerül egy fél idő alatt. Embusszi, Kerekes ront rá, de inkább csak ijeszgetett. Miskolci hátba találja. Azért még megtartja, amit a nyíregyházi 12-es. Térül fordul, húzogat, Leandro elsodorja, de Miskolci visszaszerzi. Érdekes jelenet sor, amelynek még nincs vége. Zalek ugrik közbe, és Takács nem volt kint. Lippai. Zsorzs. Ahogy átvette, messze került tőle a labda, közbeugrott Huszák, és aztán már őt találta el Ambrusz a labda helyett. Eközben letelt a 46. perc is, ez a plusz egy, amit jelzett Bede Ferenc, és most meg hangjelzés ad, amely egyúttal azt jelenti, hogy vége az első félidőnek. A 24. fordulóban a Sopranligában, hát úgy is fogalmaztanak, hogy valahol papírforma szerint, vagy annak megfelelő eredmény féltávnál, a 25. percben a Huszák, a 44. Takács vette be és kapuját, így 2-0-ra vezet a Debrecen. Volt egy, hát egy elég, nem azt mondom, hogy sérülés, sebesülés, vagy én nem is tudom, milyen helyes kifejezés. Ha meg tudunk újat húgadni, nem is állapotáról, akkor megosztjuk önökkel, de volt egy kényszerű csere, de nem ez befolyásolta, azt hiszem, azt, hogy 2 gólos hátrány van a Nyíregyháza. Mondom, hogy mindig jó híre jövünk vissza. Ahogy az áprilisról megszokhatunk, szeszélyes jelenleg itt az Olá Gábor utcában, Debrecenben verőfényes délután van, szombat délután, de mi most fókuszáljunk a mérkőzésre, amit egyébként nem csak hangulatilag, egyébként is befolyásolhat ez, hogy változott a szakadó ümlő esőhöz képest. Hát azt hiszem, hogy nem meglepetés annak, aki látta ezt a meccset, idegesen, hogy 2 góllal vezet a Debrecen egy fél idő után. Hát kisütött a nap Debrecen fölött, ezt a Debrecen játékára is mondhatnám. Az elmúlt hetekben nem szoktuk meg azt a Debrecentől, hogy ilyen könnyedén veszi az akadályokat, egymás után alakították ki a helyzeteket, annak ellenére, hogy beállt védelemmel készült, és ezt is mutatta a Nyíregyháza, és hát a helyzetek után jött a 2 gól is. Szerintem nézzük is meg, és a helyzeteket is, ne csak a 2 gólt. Az első érdemleges a 4. percben egy miskolci szabadrugás után, ami persze nyíregyházi, mert a sárga kék csapat a Nyírség, de miskolci emelt középre, Kereke Zsombor feje által lett ez nagyon veszélyes. Kelemet elől hullott a felső sarok felé alap. 9. perc,
egy Leandro szabadrugás tol a kapufár, ugye így, és a kipattanott meg Komlósi kanalaszt a kapura, de már estében csúsztában. Két óriási védés a vendégkapustól, itt lehet látni, hogy Komlósi nem láttuk, de Komlósi még duplázott, valóban nem tudta volna léc alá lőni, ahogy én azt említettem a mérkőzés közben. Egy dosszó lövés a 14. percben 5-ös csücskétől. Olyan szépen vette át két védő között, nem volt több helye rá. Veszélyes is volt, talán ebből a szögből nem tűnt annyira. 23. percben egy Cvitkovics szabadrúgás, ami tovább söndörödik íjésről. Hát ez ilyen pocsolyába, ezt így kell, azt célozta meg Cvitkovics azt a pocsolyát. Nagyon nehéz volt ezt kiszámítani. Én még azt is mondanám egy kis kapus lélekkel, hogy bravúr volt az is a kapustól. Ez ugye a 23. perc eseménye, és a lényeg, vagy az első igazán fontos, ez a Kuamaha Csel, és Huszákot megtalálja a labdával, ő meg az utat a kapuba. Kiemeltem azt, hogy Huszák, itt lehet látni, nagyon jó a kép, itt lehet látni, hogy visszalép Huszák, és ugye bemennek Rössel a védők a kapu felé, így Huszáknak van ideje arra, amit én kiemeltem, hogy nem egyből lőtt el, nem kapkodt el, itt lehet látni, jól veszi át, az átvétel mindig a legfontosabb kapusnál és a hazaadásnál, mindenhol a út tud rá készülni, szép gól volt a részéről. Egy percre rá jöhetne az egyenlítés, itt Oleksics is egy picit bizonytalan volt, hogy mit évű legyen, de bíró nagyot ment Miskolci elől. Lehetett látni, hogy bíró felnézett, kinézett, látta, hogy ő Miskolc, és utána vetette be magát. Itt már csereként bejött Zsorzs, és indítja Dosszót a 3. percben. Kiejti a labdát a kapujából, kívül Poleksics, de aztán javítja hibáját. Térdére húzta rá a labdát, és ezért pattant ki, félt. Itt talán azt látni, hogy fél, hogy kicsúszik a 16-os vonalán, ezért akarja behúzni, ráhúzta a térdére, de utána javított a hibáját. Egy perc múlva a túloldalon, egyedül marad Leandro, leveszi és fordulásból lő, alig mellé. Szintén ugye ezt az előzte meg, hogy Bagoly és Kuamaha harcolt, az összes védő bement kapuja elé, és Leandro visszalépett, így volt tisztán. Egy nagyon kellemetlen szabadrugás Szitkovicstól, így is szerencséje az, hogy azért nagyjából középre megy, még hogyha kacsázik, szitál és a levegőben a labda. Ez pedig a második hazai gól. Bele vállal Takács a labdába, megpattan még Bagoly fején. Így és Dániel itt inkább csak statisztál, maga sem tudja, hogy jöjjön, menjen, maradjon. Aztán lecövekelt olyan helyen, ahol aztán esélye. Igen, ebben az esetben így van, ebben az esetben én azt mondanám, hogy szerencsésebb lett volna, ha bent maradt, hiszen ilyen fejmagasságban, de nem is kellett felugrani a játékosok, nagyon hogy elféljék, tehát nem volt erre szansz, hogy ő ezt megkaparintsa, ezt a labdát. Nézzük az első félidő meccslapját. A labdabirtoklás tekintve nincs jelentős differencia, viszont a kapura lövéseket veszük alapul, akkor ég és föld. 9 próbálkozása az ajaktól, egyetlen egy a Nyíregyházától. Ez az, amit említettem, ugye hivatkozva az utóbbi hetek Debrecen mérkőzéseire, nem volt azért ilyen különbség. Tehát kiegyenlített, ilyen gyömözkölős játék volt, most viszont ez lehengerő fölének tűnik. Valóban, hát ez a 9-1-es lövés arány az sok, tehát ez azt mutatja, hogy nem csak talált két gól van, hanem tett azért a Debrecen, hogy ebből 2-0 legyen a fél időben. Az még érdekes szám adat volt, hogy végül is keleti rangadó, tehát mindig feltűzett állapotban jönnek ki erre az érdekeltek, így most természetesen erre a Debrecen-Nyíregyháza meccse is. És ha láttuk a szabálytalanság arányát, egyrészt ugye 14 összesen, de ebből 11-et a nyírségiek követtek el. Abszolút sportszerű a találkozó, nincs kakaskodás, az egyetlen olyan sérülés, ami hát reméljük, hogy nem súlyos, az is, ahogy hallottuk, az egy korábbi, tegnapi edzésen elszenvedett sérülés volt. Tehát valóban nagyon sportszerű a találkozó. Igen, annyit sikerült kideríteni, így ahogy Attila egyébként nagyon helyén való mondom szóba hozta, hogy tegnap a nyírségiek légiósa Vukadinovics kapott egy ütközés nyomán megfájdult, tehát kapott a bordájára egy ütés, és akkor úgy szúrt neki a tüdeje, és hát így ma vállalta a játékot, de aztán érezte, hogy nem fog menni. Hát most bevitték itt a debreceni kórházba egy speciális vizsgálatot elvégezni, hogy sérült a tüdő, vagy sem, lég mellett kapott, vagy sem, amint erről bármilyen hír érkezik, mármint a kórházból, ahogy erre utaltam korábban, ezt megosztjuk majd önökkel, reméljük, hogy ezért nem olyan súlyos a sérülés, és nem kell sok meccset kihagyni, erről nem tudunk. Csak reménykedni tudunk, mert ahogy elhagyta a pályát, az ugye nem nézett ki jól, reméljük, hogy minden oké lesz.
Közben gyorsan még egy olyan kérdés, miatt elkezdődön a második fél idő, mert jönnek vissza a főszereplők, hogyha a Tenernél Lévész Attila helyében mit változtatnál a Nyíregyháza játékára? Ezek után, hogy két gólos hátában vannak. Hát itt már az a taktika, hogy beállok és próbálom ugye kihozni, hogy minél később rúgjon gólt a Debrecen, amit ugye Révész is mondott a mérkőzés előtt, az ugye már ideje múlt, tehát itt én úgy gondolom, hogy itt nyitottabb és gólra törőbb játékot kell játszani, hogyha itt akár egy X-et, akár győzelmet, vagy akár csak egy kisebb arányú győzelmet akar a Nyíregyháza kiharcolni. Azt nézem, hogy a hűségek újabb cseréhez készülnek, hogy jól látom, Zabos Attila fog érkezni a második fél időre. Ő is megfordult, már néhány állomás helye volt, néhány csapatnál. Vasas MTK most itt írtam, hogy beugrik vele kapcsolatban. Én két helyen is játszottam Attilával együtt, a Vasasban és az MTK-ban is. Nyilvánvalóan a középpályára fog beállni, tehát úgy gondolja a nyíregyházi szakvezető, hogy ott kell erősíteni. A gólokból sohasem elég, így megnézzük ezt a kettőt, ami eddig esett még egyszer. QMA szépen fordult, gyakorlatilag három védő közül húzza ki annyira, hogy be tudja tenni Huszáknak. Ez pedig az a vállas fejes kapus hibás gól szünet előtt. Hát én utólag ugye, amikor így elemezünk, mindig van egy kis rossz érzése, mert utólag azért ez sokkal könnyebb megállapítani. Ez azért nagyon nehéz akkor, amikor ilyen borzasztó erősen és ilyen kis ívben jön a labda befelé, nagyon nehéz kiszámítani, hogy ez pont hol fogja, hol lesz olyan magasságban, ahol megkaparintatja a kapus, vagy esetleg kifejelheti egy véd. Közben próbálom kideríteni, hogy ki helyett is jött Zabos, eddig mintha hegedűs nem látnám vissza jönni a Nyíregyháza első félidei csapatából. Igen, 5-ös 17-es hegedűs Tibor helyett jött tehát Zabos Attila a Nyíregyházával, tehát Révész Attila még egy helyen változott, az első ugye kényszerű csere volt, gluta-dinamis sérülése következtében, most viszont nyilván taktikai okai vannak. Hát Zabos nagy lövő, tehát ezt a 9-1-es arányt, amit a statisztikában látunk, ezt ő azért javíthatja majd a második fél időben. Ilyen jó idő lett. Szabó András, a Nyíregyháza edzője, száll pólóba, sétál vissza, ha jól ismerem föl. Zabos első labda érintése meg volt. Bussi. És így is, kettes szalad oda. Zsorzs Takácsnak vette le. Guemá. Magoly olvassa a gondolatait. Ráadásul Nyíregyháza dobhat. Debreceni 40-es érintette utoljára. Zale. Lekezel. Zsors Kordóna, picit Leandro kihúzta a támaszkodó lábát. Az időreállás viszontagságaival ezen a mérkőzésen többfajta viszontagsága is meg kell küzdeni a játékosoknak. Most a nap süt szembe főleg a nyíregyházi csapattal. Hát ilyen magas beívelt labdáknál mind a védőket, a kapust is zavarhatja az élesen sütő nap. Fél vihar még nem volt ez. No, egyébként is ebben a bajnokságban már ugye az őszi szezonra gondolok, rengeteg fajta olyan szünet volt, ami régen nem volt jellemző, volt hószünet, esőszünet, meleg vízszünet, ugye amikor nagyon meleg volt. Ez egy ilyen bajnokság. Hát egyedül a téli szünet nem volt váratlan. Arra felkészült. Csalogatta ellenfelét, Miskolcit, lefelé majd. Kerekes kéri el a labdaszedőtől, és már dobja is be QMA, Kerekes Zsombor. Jó. És Ambrusz. Jó.
dobta már kibikázt a miskolci alapdát. Zalehész Szitkovics. Nem arra akarta húzni Szitkovics Péter. Népszerű cicó. Magoly. Leandro Szitkovics. Igaz, hogy még csak 3 perc telt el a másik időben, de nagyjából ugyanazt látjuk, mint az elsőben. Szák majd bíró, Guemá, és aztán szerint Miskolci, de csak átmenetileg lehetőségé. Guemá, cselét nevette meg Ramosz. Nagyon megharcolt a labdáért, aztán könnyen olyan oda passzolt a Lándróhoz. Takács. Szitkovics. Jó lett volna a megoldás, egy picit erősebb ez a sarkozás. Zsozsó ment ki. Akár Zoltán. Ajándékozt a nyírségieknek. Lippai fordult bele kisbe. És Kerekes mehet. Nem mehet. Lefújt a bede. Hát, hogy ott kézzel tolta maga el, ütötte maga elé a labdát Kerekes Zsombor. Magoly. Sok a pontatlan passz mostanság. Ez egy érdekes szabálytalanság volt, ugye Magoly egyébként Zabosta röviden kapta. Erre gondoltam, hogy úgy rákaszkodtak volna állnak, mint a meg se kottyat volna. Középen annyian voltak, hogy várhatod, hogy előbb-utóbb valaki eltalálja a labdát. Tosszó, tartja még jönnek a többiek. Zabos, kidobja balra. Miskolci. Miskolci. Lő, fölpörög a védőn, és így lett, tehát nagyon veszélyes, és mindig ott van. Közben már belefújt. És 11-es lett bele. Így van. 11-es a Nyíregyházának. A semmiből szépítési esély gyakorlatilag. Zsorzs az asszony, akik nem. Tosszó. Na nézzük még egyszer. Itt a lövés Miskolcitok, fölpörög, rárajtolnak ott ketten. Aha, kivitte a lábát, ott van és még... De nem olyan sok. De nem. Ott az tény, hogy Poleksics, mint hogyha csinálna egy kaszát. Egyrészt nem. Ott rácsúszik a lábára, és ott számít kaszál is, hogy ne tudjon indulni. Zsorzs? Nem ő esett el, hanem a másik színesből játékos. Hát a képes láttam. A Tosszó is elesett. Már akár Poleksics is lehetett volna szabálytalan, és a labda addig nem volt ott. Na nézzük! 51. perc. És Bagoly elegánsan. 2-1 szépít a Nyíregyháza. Nekem meggyőződésem, hogy nem Zsorzs elleni Poleksics becsúszását vélte szabálytalanak a játékvezető. Ez már a 11-es. Ott volt Dosszó is. Itt meg Bagoly van, aki elfekteti Poleksicset balra. Végignézte a kapust Bagoly, tehát tájékozódott, hogy a kapus merre, melyik irányba mozdul el, és úgy higgadtan borított a jobb alsó sarokba. Legutóbb itt ugye 2005-ben meccselt a két csapat, és akkor ennyi volt a végeredmény, 2-1. Az is igaz, hogy egymás ellen még soha nem volt olyan meccs, hogy kettőnél többet kapott volna a vesztes fél, illetve egyszer Nyíregyháza volt egy 4-2-re az már időkomájában vészinte. Dosszó közben. Nem sem egy Mészárossal szemben, aki az egyik, hanem a leggyorsabb védő a magyar mezőnyben. Tudta megtartani. Kisről parök ki, gyorsan elvégzik a bedobást. Na, nézzük még egyszer. Ott tessük el. Na de a közelében nincs senki. Ott valaki. Ő volt az egyetlen fekvő ember a 16-oson belül, tehát valószínűleg, hogy ellene.
Egy nagyon kicsivel lett okosabb. Ez az a nagyon ritka helyzet, amikor még a kamerák által rögzített felvétel sem ad 100%-os biztonsággal magyarázatot arra, hogy mi is eredményezte azt, hogy Bede 11-es adott. Vissza Takács egyébként, Lipai. Az egyébként érződik labdaszerzés után, hogy ott tovább építkezni Nyíregyháza, méghozzá jóval több játékosával, mint ahogy ez az első félidőben volt. Tehát muszáj volt ezt meglépnie a vendégegyüttesnek, két gólos hátrány követően, amely most már csak egy. És a Debrecen sem ülhet ezek után a Babériai nyugodtan. Bagoly, Ambrusz, Zabos kirúgja, mert nem maradt egy játékos társ. Méghozzá Ramosz, azt hiszem. Becsúszott, én nem láttam egyébként, hogy direktbe szabálytalankodott volna bárki is vele szemben. Révész Attila idegesen, túl fel a kis vonat előterében. Ambrusz, Zabos. Jó pördítés, Lipai. Tesz egy tiszteletkört, Ambrusz. Szó elől Komlósi, vagy mellől is. Húzza meg. Szép szerelés. Író. Kujamaha. Na nézzük, Cipkovics elérje. El bizony. Bagoly mellől középre kerekes. Szöglet. A hatodik Debreceni. Szögletek, kerekes, fejeli le, és na, ben volt, vagy nem volt benn, nem volt benn. Én úgy láttam egyébként, hogy benn volt. Előtte nekem is úgy tűnt, de az asszisztens egyértelműen azt mutatta, kinézett rá Bede Ferenc rögtön, túloldalt kollégára Tóth Istvánra, és azt mutatta, hogy nem. Na nézzük, itt a fejes, az biztos, hogy bent van, és tovább pörög. Nem is ez az a pillanat, mert itt teljes terményben talán nincs bent, csak mondjuk a labda 80%-ában, de volt egy pillanat, amikor nagyon gyanús. Még hadd menjen. Pont az a pillanat nem látszik. De itt speciális itt a vonalon, itt nincs. De egy pillanat volt, amikor gyanús. Mindegy, bízzuk ezt a asszisztensre, és Tóth is van, azt jelezte, nem volt be. Nem volt egyértelmű valóban az, hogy belül volt a teljes terjedelmében a labda, hogy olyan azon kedves tévénézőinknek, akik nem néznek olyan sűrű mérkőzést, akkor gól a gól, illetve akkor a bent vagy kint a labda, hogyha a labda teljes terjedelmében áthalad azon. Dosszó robog, közben Zsorzs itt a felező vonalnál fájdalmas arccal a füvön. Ez ugye az imént nem történt meg teljes bizonysággal, nem láttunk ilyet, hogy teljes terjedelmében a labda bent. Itt egyébként a labdát állította meg Cipkovics, ettől még fájhat Zsorzsnak a lába, persze. Bede Ferenc föl segíti előzékenyen. Na még egyszer. Akárhogy is nézem. Hogy itt volt, itt a lába között, ha nézzük. Ez így gyanús, de nem vagyunk ugye vonalban, nem párhuzamosan ülünk természetesen a kapuvonallal. Tehát egyébként most pont a képernyő felső sarkán lehetett látni a partjelzőt, talán itt volt egy olyan pillanat, igen, valóban, ahol... De itt se biztos, hogy teljes terjedelmével. Mert ugye az, hogy a vonal mögött gurul a talajjal érintkező része a labdának, az nem azt jelenti, hogy teljes terjedelmével nem van, csak próbálom értelmezni a szabályt. Mindenesetre a játékvezető segítője van ilyenkor a legjobb helyzetben, hiszen ilyenkor a szögletek után, ugye ő a szöglet zászlónál van, és ő az, aki legjobban vonalban van, ugye a gólvonallal egy
egy magasságban, ezért ő láthatta a legjobb. Egyébként Bede Ferenc szinkronban én is azonnal Tóth István néztem, és ő nem hezitált egy pillanat, és azonnal mutatta, hogy nyilván nem. Nyilván ő látta jól. Úgyhogy hinnünk kell neki. Na nézzük a Nyíregyházát. Lipai. Ott nem volt egyébként sárga, mert ez a rövid, ötös rövid sarkára tette be. Ezekben a szituációkban általában, ami nyerő szokott lenni a beadása, gondolok, az mindig ugye az átlöbb labda a hosszúra, hiszen ugyanúgy a védők, mint az első félben a gólnál is befutnak a kapu elé. Szület után, ha legközelebb kimegy a labda, akkor Dombi Tibor áll majd be, és Zsolt segít neki minél hamarabb pályára lépni. Most jöhet a hazai csere. Hetes, 88-as, akkor Huszák Tamás váltja az első debreceni gólszerzőjét, Dombi Tibor, a nagy öreg gyakorlatilag. A mai keretben vannak még néhányan a nagy generációból, debreceni generációból, miközben megnézzük Huszák gólját búcsúzóval, tőle búcsúzza persze a mai napra. De mondjuk Dombi és Sándor Tamás, aki játszik, de ott van még Bernász, ott már itt a mai keretben. Vitkovics, Zalek lába alól cserél, aztán összezárnak, nagyon csúnya. Gyakorlatilag szendvicsbe kerül Vitkovics Péter, és én megértem a reklamálását, meg a felháborodását, mert nálam ez egy lapot megért volna. Ha megnézzük még egyszer, itt Bagoly érzi, mert más nem lehet, rávetődik gyakorlatilag Vitkovics lábára. Igen, elcsúszott rá, tolva, előtte Bagoly, illetve hát kibillentette Bagoyt Vitkovics egyensúlyából egy csellel, és utána oda vetette magát. Háromtagú sorfalat kér Nyír Dániel, össze is állnak annyian. Egy picit távol ahhoz, hogy ebből kapról lehessen küldeni, de hát majd meglátjuk, hogy gondolja rá Andró vagy Vitkovics. Az előbbi leteszi az utóbbinak, Vitkovics, kellemetlen lövés ez is, jó volt. Viszont kerekes Zsombor megoldása nem annyira, aki ráadásul lesről startolt a labdára, ezt jelezte Tóth István a túloldal. Fél idei lövés statisztika is mutatta, hogy ő és folyamatos munkában van, itt lehet látni a szabadrugás szintén lepattan a kapus előtt, az ugye mindig nehezíti a kapusok dolgát, ezért Illés csak kipaskolta oldalra a labdát. Zalek. Zsorzs. Dossza. Lipai. Ügyes játék eddig. Szabályos szerelés, lehet fordulni, Takács, öllőtt labda, ravasz volt kerekes, mert a labda felé lépő Bagoly lábába szerintem oldalról belerugott, úgy lépett, mintha nem is rugna, csak úgy belépett. Esett is egy nagyobb Bagoly Gábor. Újabb debreceni csere készülődik eközben, amíg mi a pályán történteket látjuk. Még pedig Rudolf Gergely fog érkezni, kíváncsi, ki helyett három csatára folytatja Debrecen, vagy QMA, vagy kerekes helyett jön, még ez lehet. Pálya színéről érkezett a szolgálati közlemény szerint, majd QMA-hát váltja Rudolf Gergely. Puszi. Öllövít a szó felé. Az már így kint van, és jöhet a cset. Akár, igen, Bede Ferenc engedélyezi. Valóban 40-es helyett 14-es lát, valóban QMA. Tudós váltás. Végül is adott egy gólpassz a Kameruni, ezért is tapsolják meg, mert nagyon küzdött ott a védő gyűrűjében. Zalek. Javíthat, Zsorzs, már a Debrecen építkezhet, és itt fogja Bagoly a mezit, és visszahúzza kerekes, megúszta egy szimpla mezit lába szabadrugással, lap nélkül. Így van, ez Bagoly nem első olyan szabálytalanság, ahol mindent bevet, hogy ne jusson rajta túl az ellenfél. Ambrosz, Ikanalaszta.
Zoltán, nem maradt megint egy debreceni fiú közben, fájdalmasan négy kéz láb, a játékba megy tovább. Bejött szegény Rudolf Gergely, és már is sajog mindene, vagy legalábbis valamilyet uti. Fejét fogja. Ott hátulról belefejelt gyakorlatilag a Messi. Nem egy kellemes. Főleg azért kellemetlen ez, mert ő ugye hátrafelé nem látta, hogy érkezik, tehát váratlanul is érte. Akkor nem tudja annyira ugye a játékos megfeszíteni az izmét, amikor vár egy ütközést, illetve számít arra, hogy ebből ütközés lesz. Váratlanul jött ez, azért főleg azért kellemetlen. Fölpörög Mészáros lábán. Ez Bagolyi. Soros hátra ebben a takácsba. Leandro, közben ugrott Ramos. Zale. Jó beadás. Sikerül a kapura fordon. Lipai. Kiemelte végül is Komlósi Ádám. Átvette most ezekben a percekben a meccs irányítását a Nyíregyháza. Bármi se is esetleg ezt itt szobágában szemben nézni a hajtósági szurkolóknak. Dosszó. George. Zale. Vallal a beívelés. Dombi. Középre fejelte, nem volt veszélytelen egyébként. Az elképzelés jó, a kivitelezés kevésbé. Ambrusz. Miskolci nyargal. De ott volt. Szépen oldotta meg Komlósi védő feladatát. Legalább annyit emelkedett a labda Alexis kirúgására, mint amit előre haladt. Rudolf, Tezalek még odaér. Lipai. Pont befelé mozgott Dosszú, mögé ment a labda.
ezekre az indításokra, ugye Rudolfnak volt két olyan indítása, amely rövid volt, elcsípte a védő, illetve elakadt a védőben, az első ugye Gagolyban, a második Zalekban, erre mondják azt, hogy ezek az indítások inkább hosszabbak legyenek, tehát inkább legyen hosszabb, akár menjen ki az alapvonalon, vagy a kapus jön érte. Na most ez Itzer Rudolf előtt, Rudolf lelassít, és vissza akarta játszani kerekesnek, ahelyett, hogy lőtt volna. Elbizonytalanodott Rudolf Gergely, én azt éreztem. Egyébként nagyon jó kivár, nem futott lesre. Itt azonban beragadt alá a labda, valahogy lassan fordult. Én azt mondom, hogy egyből, tehát akkor volt rá lehetősége, amikor egyből még az átvétel előtt lőjön és célozza a kaput. Utána, amikor átvette, akkor már jött a védő, akkor már nem volt arra lehetősége, hogy jó paszt adjon. Leandro szöglete, fejelte Ramos, Dombi, Sakmi Iszáros itt hátul. Az jó. Ez bizony remek Leandrónak, csak át fogja tenni a bal lábára, mert neki az az ügyesebb. Azt viszont jól csinálta. Bagó is, hogy közbeavatkozott, és már nincs tovább, legalábbis ez az akció. Dombi. Rabos, úgy jött, hogy valami Rabos lenne. Dombira. Ramos állítja, meg kint sem volt még. Ambrus, Ambrussi. Takács. Rudolf. Cvitkovics. Visszapújta ez bele. És mondja neki, meg mutatja is, hogy labda volt. Hát tényleg labda volt. Ez jó, biztos. Az a legfasz, nem biztos, hogy rossz volt. Zabos indult egy kicsit későn, nem volt olyan lehetőség az Aleknek, hogy máshol passzolja. Nem segítették meg azzal jelen esetben a társak, Lippa is sem, hogy elmozgott volna a piros védők mellől. Hát arra is lesz, hogy az Alek nem keresztbe mozog, hanem a védők mögébe, akkor a kifejezetten jó. Igen, most szintén Bagoly volt olyan esetben, de most őt megsegítette Zsorzs visszalép, ez más kérdés nem tud átmenni, de most Bagolynak volt választási lehetősége. Hát leginkább úgy tűnnek, hogy kis vagy saját lábában, vagy Dombi saját lábában esette, vagy kerekes zsomborban. Kényszáros. Komlósi. Ugye a föllőtt labda. Zalek. Rosszónak magas. Kis. Leandro, közgondrozza most, de némi szerencsével ott maradt Leandro előtt. Kerekes zsombor. Zitkovics indul a bal oldalra, ez is egy picit lassú labda. Zalek odaér. Kerekes, és Bagoly. De ott van Rudolf is, megoldja azért Bagoly Gábor. Zalek. Tosszónak föllőtt labda. Komlósi. 19 perc, még egy gólos hazai vezetés. A Debrecen meg tudja tartani ezt a minimális előnyét, vagy esetleg még növelés, akkor az 3 pont, és följön a második helyre, átmenetileg mindenképpen az MTK mögé. És a 6 pontos hátrányából, amely per pillanat fönnáll, ez csupán 3 a 24. forduló után. Azt ne felejtsük, hogy az Újpest majd este játszik, és a Győr is Fehérvárot. Köszönte szépen, kiemelte, Lippai, Dosszó mehet, nem volt lesen. Dosszó, Mészáros megy ki segíteni, még mindig Dosszó, rá tudja lőni. Oleksics kiöklözi, és Dosszó visszaszerzi, hiszen arra öklözte, hogy ütötte. Dombi.
Kis Zoltán, Rudolf. Ügyes passz, Kismehet, középen kerekes, bal oldalon Szivkovics. Nézzük, mit tud kezdeni Kis Zoltán a labdával. Tartogatja, térül, fordul. Rudolf, Kis. Ez szép, Rudolf Gergely. Egy jó beadás kellene, mégis egy öngól! Ekkora fekhez szegény Bagoly. 3-1 a 73. percben. Helyzet volt. De hát nem kerekes, és nem Szivkovicsot választott a Rudolf Gergely, hanem szegény Bagoly Gábor, aki belőtte. Persze menten igyekezett. Itt bele kap, és mattolja ezzel Illés Bagoly. Még el szoktam mondani ilyen öngóloknál, vagy ilyen balul sült, elsült dolgoknál, hogy ez olyan játékossal fordulhat csak elő, aki ott van és menteni akar a gól előtt, tehát aki teljesen passzív ilyen esetekben, vagy meg sem kísérli azt, hogy mentsen, azzal nem fordul elő. De ez most így alakult. Közben a harmadik cseréjét is kihasználta. Révész Attila, bement Mincér Tibor, ha jól látom, Lipai Ákos váltva, még mi tartásokat néztük, ezek szerint nem kap lehetőséget. Az egyik ifjú titán, Révész Attila mondta a honlapján, hogy most már a hátrúj forduló mindig egy fiatal tehetség, gyakorlatilag a B-keretből, ha lehet ezt mondani, lehetőséget kap a kispadon, aztán vagy rá, vagy nem. Mincér, de ez a Miskolci, bocsánat, Mincér is bement, de ő kuszassa. Most ma Nánási Balázs hozták el Vágó Attiláig. Megpattan és ettől lesz majdnem gól Ramasz lövése nyomán. Hát a Polexic csak majdnem, hogy csak megpattant lövéseket kell állítani. Ez is egy kellemetlen irányt változtat. Úgy éreztem egyébként, hogy rajta volt Polexic, tehát bevédte volna, de irányt változtat, nagyon kellemetlen lövés volt. Ötödik vendégszöglet, 7-5 egyébként a szöglet arány. Miskolci. Napos elől szerez labdát kerekes, de aztán hosszan tolja meg. Kint volt. Az már biztos, hogy ez formabontó eredmény. Az eddigi 2-0-ákhoz, 1-2-1 és 1-0-0-ához képest, amit itt játszott Debrecenben a két csapat egymással két klub története során, ez most 3-1-es meccs. És még azt kell mondjam, eddig bő negyed órával a vége előtt 3-1. Beáll 55-össel Szakály Péter, a télen Kaposvárral igazolt középpályát, Szivkovicsot váltja. Zale. Dosszó. Fészáros ott aki. Már teoretikus kérdés, de érdekes lenne az ember ezt le tudná sakkozni, modellezni. Mi lett volna, ha bátrabban kezdve Nyíregyháza? Mert az első félidő nagy részét gyakorlatilag azzal töltötték, hogy védekeztek és a szorványos kontra lehetőségekre vadáztak. A második félidő jóval följebb tolt a csapatjátékát Révész Attila és hát a Nyíregyháza. És majdnem, hogy a Debrecen játszott kontrára. Ilyesmi, majdnem, hogy azt mondta, hogy egy ilyesmiből esett a harmadik gól. Kiko torta oda Zaleknek egy megkerüléssel, utaléri az argentin. Hát igen, csak már a vonalon túl. Takács. Bagoly elcsúszik, mehet Rudolf. Elérte még, hogy ne kirúgás legyen, nem dobjanak a nyírségiek. Hát a Bagoly cipőjét nem ellenő visszavágó Attila, csak a többiekért, mert ez így csúszkált elég sokat. Igen, ez egy védőnél végzetes tud lenni. Volt olyan edzőm, akinek ugye azzal próbáltam magyarázni a játékos a bizonyítványát, hogy de mester, elcsúsztam. De a mester azt mondta, hogy találjam ki valamit, ne csúszson el. Tök mindegy, hogy mit.
kapusnál, védőnél azért ezek ilyen alapszabályok, ez végzetes lehet. Mincért toltak jobbra. Zsorzs, na, nem maradt még? Nem, Szöglet, egyértelműen jelezte ezt most Szalai Zoltán ezen az oldalon közreműködő asszisztens. Itt a beadási kísérlet, amiben belekap még itt balóra a tatás. Egy is Szöglet lett volna. Igen, és kicsúszik. Meg talán kint is fogta meg. A hatodik nyíregyházi sarokrugás jön. Hozzá Miskolcitól. Kerekes, hadd jön a hetedik is. Ebben megáll most, 7-7. Szögletek száma itt is, ott is. Leragadott a labda, ott csorog Cér. Miskolci megint a rövidre, csukafejes, de beragad a fej előle játékos alá. Aztán átmegy a hosszú oldalról, nincs sárga mezes. Leandro meg számon kérte itt Szalai Zoltán, hogy miért nem jelezte a lest. Ha vagy nem volt az, vagy nem láttam. Kiszorítják hosszút, amennyire csak lehet, Mincér. 79. perc vége. Elesik Mincér, nem történt semmi. Picit megfenekleni látszik a mérkőzés. A bangolja azért rendesen hókon nyomta a kerekes zsombor a könnyékkel. Érzem, mint a nyíregyháziak is úgy gondolnák a harmadik gól után, hogy eldőlt a meccs. De lehetett volna ez 4-3-ból, kerekes így és kezei közé bólintott. Embusszi, Zabos, Leandro támadta le. Szép szerelés Bírótól, csak túl nagyot rugott bele. Nézzük ezt a fejest, ami lehet, hogy orral történt, nagyon fogja az orrát kerekes. Nem, úgy fejet, ahogy illik, homlokkal. Rudolf, Ramos mellett már elment, de ott van még Embusszi, mellőle is középre ad, biztosított Bagoly. Csak nem számított rá. Gyerekes. Takács. Szakály elől Zalek.
Zelek nagyon érzi ma ezeket a megelőző szereléseket, ez már legalább a 6.-7. alkalom, amikor így szereli le ellenfelé. 11-est ad a Debrecennek Bede Ferenc és Lapot Bagolynak. Tény, ott nagy párviadal volt, hogy a labda felé indult kerekes, szerintem a derekánál fogva átfogta Bagoly. De nyilván megnézhetjük majd ezt, és kapott egy sárgát is Bagoly. Ott igen, fogja a mezét, igaz, kerekes is fogja a nyakánál fogva Bagolyt. Perdöntőnek nyilvánítom ezt a pillanatot, jobbkézes, megnyúlik kerekes meze, tehát perdöntő jelen esetben volt már ugye ezen a mérkőzésen egy pár olyan kettő, igen, illetve két olyan alkalom, amikor nem tudtunk perdöntő bizonyítékot mutatni, hát ez véleményem szerint az volt, kerekes meze megnyúlt. Teljes joggal mutatott be a játékvezető a 11-es pont. Hát szegény Bagoly 11-esből szépített, majd rugott egy öngolt, most hogy csinált egy 11-est a saját kapuja előtt. Mégsem hiszem, hogy őt nem ezzel a legjobbának meg. Annak ellenére, hogy két gólos. Na nézzük Leandro 11-esét. És majdnem megfogja, de csak majdnem így is Zsániel 4-1. Így meg aztán igazán fölényessé vált a Debrecen győzelme, vagy válik. Pedig a mezőnyben nem volt ekkora különbség, ha csak... Nem, ekkora különbséget nem arra lehetett észleni a 11-es solanyit. Ez teljesen más fajta, itt lehet látni, hogy Leandro nem néz föl, ez egy másfajta elvégzési módja. A 11-esnek lehet látni, hogy végig a labdát nézi, erőben eldönti, hogy a kapu jobb sarkába lövi. Így történt, olyan erős volt, hogy így és nem tudta védeni, ugye ez a másik 11-essel hozzá párhuzamba, ugye Bagoly végig nézte, illetve felnézett, tájékozott, hogy merre ugye a kapus, ezt máshogy végezte el Leandro, de ez is gólt ért. Zalek pörget, túlságosan ismert, így kipörög a labda, mielőtt Zsorzs odaérne. Hát most már eldőlt, szerintem nyugodtan, nagyobbat nem kockáztatok, azt mondom, hogy Debrecen a 24. fordulóban nyeri a keleti derbit, és mivel a sorsolása, azt veszük, a legkedvezőbb a bajnokaspirások közül, nagy lépés lesz a címvédés felé, még akkor is, ha per pillanat még 3 pontos mínuszban van a listavezető MTK-val szemben, de estig mindenképpen az Újpest és a Győr elé kerül Herceg András csapata, hiszen az Újpestnek is, meg az Etónak is 47 pontja van, a Debrecennek a mai győzelemmel 48. Én úgy gondolom, hogy a bajnokságért vívott harcban, nyilván ez a 4-1-es siker, a keleti derű megnyerése, az sokat számít, lendületet adhat, de én mégis úgy gondolom, hogy az első félidő játék az, ami a Debrecennek rendületet adhat, és bizakodásra ad okot, hiszen valóban olyan volt ez az első félidő, hogy az ellenfél kapusán a levegőben volt, emlékezzünk vissza, és azért nagyon sok dolga volt, helyzeteket alakítottak ki, gólokat szereztek, tehát én azt gondolom, hogy inkább ez, mint sem maga ez a 4-1-es eredménye az, ami bizalmat, amiben bízhatnak a hazaiak. Meg hogy sikerült gólokat szerezni, az elmúlt meccseken azért olyan nagyon nem tömték el soros ellenfél kapuját, most azért mégis 4. Igen, és nem volt miből, tehát nem volt ennyi helyzet, amiből ugye a számok törvénye alapján több gólt szereztek volna. Tehát az, hogy Bagolyról szerencsétlenül bepattant, az egy dolog, de oda el kellett érni, ahhoz kellett egy feszes beadás. Appá, itt a nagy lehetőség, de Szakály láb előtt is elcsusszan, igaz, utána megy még, de közben visszaérnek a védők. És kerekes cipője orra előtt tovább gurulva, aztán meg fogja írzsálni el. Szabálytalan szerelés, bíró fölpattan, ha közelebb lenne, talán át is harapná az asszisztens Tóth István torkát, aki viszont nagyon jól mutatta, amikor egyszer gurult a kapuvonalon a labda. Itt az agresszor bíró kap egy sárgát, a kollégáját védve mutatta a lapot neki, Bede Ferenc. Nézzük még egyszer. Itt elcsúsztan Zalek lába előtt, igen ám, de Szakályi előtt is. Persze még mindig lehetne belőle a helyzet. Ott jön kerekes, de első van előtte is.
Utolsó három perc, nem számít az esetleges ráadás. George, leragad a labda, aztán ott terem, és kihalásza Vincér, majd Ramos hátra, nem buszi. Tudom. Már a lépés után egy-két percig, amikor nem találtam a helyét meg a ritmus, de azóta jól játszik Tudom, egyértelműen. Mondom, ezt akkor is, a közben most földre vitte, és ott is tartja, már nem ő, hanem a fájdalom ellenfelét. Egészségügyi személyzet, meg hordággyal ugyancsak jönnek a segítők. Nézzük. Nem váltotta szerintem a védőt. Nem láttam én sem olyan ütést vagy rúgást, ami... Ott lehet, hogy picit megbicsaklott a térde, és ez a bal térdét fájlalja a légiós. Jó a szemed, Attila? Igen. Kifújta a kezemből. Leközvetítjük rádványosan. Jött egy kis pöf, belekapott Attila papírjába, amelyen az összeltes, és minden fontos információt magának följegyzett. Ideig jegyzett. Kivitte a kommentátor állásból, itt balra, itt landolt a tetőn. Azért kérdeztem, hogy jól látom. Az a pek, hogy ugye lefele fordult ráadásul a papír, tehát a jó szemed akkor sem. Na mindegy, ennyit erről a kis intermezzóról. Fókuszáljunk arra, hogy a pályán zajlik. De a széllel még nem kellett ma megküzdködnöm. Mondtam, most. Hogy lesz az is. Leandro. Megmutatom az összeállítást, Attila, hogy ki tud választani, ki volt a meccs legjobbja. Bár szerintem fejben van, csak gonoszkodott. Igen, hát ugye sok gól volt hazai oldalról, én úgy gondolom, hogy egyik gólszerző sem nyújtott olyan maradandőt, amivel kiérdemelni a legjobbat a csapatból. Én Kis Zoltánt választanám a győztes csapatból, mint csapatkapitány lépett ma pályára, és úgy gondolom, hogy úgy, ahogy ezt kell, összefogta a csapatot, egyébként olyan pozícióban játszott, hogy mind a védelemben azért segítenie kellett, és nem kevésszer láthattuk, hogy a támadásba is besegített. Én őt választanám a mérkőzés legjobbjának. Kerekes. Ő se játszott rosszul egyébként szerintem. Dombi, nagyszerű passz volt ez is. Dombi, már 16-oson belül, Ambrusra vezeti rá, Dombi túltott, tötyörögte szerintem. De egy szögletre még jó az Ebrecennek. A nyolcadik lehet, hogy az utolsó ebreceni szöglet a meccsen. Mégiscsak a 91. percben járunk. Kis Zoltán vissza a feladóhoz. Jó, indul el. Dombi, aztán nagyot esik. Megmertem volna esküdni, hogy ez következik. Ilyenkor már nem jár érte, 11-es. Mert nem is volt az. Mint szép. Dosszó. Labda volt, mutatja Takácsát. Ember, de ugyanezt mutatta, hogy mehet tovább. Hiszen elő szabályt ítélt a játékvezető. George. Akár végül is megállította. Jézrániel. Rodolfot kicselezi. Ramos. Túl sok minden már alig, ha fér bele ebbe a keleti rangadóba. Még egy fölívelés mindenképpen. Miskolc itt, mint a fülön csípte volna, közben Komlósi. Igen, ott még át is esik rajta a védőtárs. Órájára nézve, de bekapja a sípot, meg is fújja. Ez azt jelenti, hogy vége. 4-1-re körényesen nyerte a keleti rangadót a Debrecen a Nyíregyházával szemben. A mezőnyben nem játszott rosszul Révész Attila csapat az első félidőben, szerintem egy picikét túlságosan és óvatosan átadta ellenfelének, aztán ez lett a vége. Én úgy láttam, hogy a Debrecen az első félidőben
nagyon jól játszott, sok-sok helyzetet alakított ki, a második félidőben egy kicsit halványabb volt részükről a játék, talán egy kicsit túlzás ez a gólkülönbség, ez a 4-1-es gólkülönbség, de egyértelműen ezen a mérkőzésen a Debrecen megérdemelten tartotta itthon a 3 pontot. Hát egy pici kereskedelmi szünet, addig még nem sikerül mikrofon vére kapni a 2 mestert és a meccs legjobbját. Én sietek, hogy leírjak a pálya szélébe, hiszen ma 2 szerepben, bár azért Budi Alem Babérőjére még nem pályázom. Amint odaértem, és a riportalanyok is, jövünk vissza Debrecen. A mérkőzést az Euronix műszaki áruházlánc közreműködésével sugároztuk. Vannak boxolók, akik már életükben legendákká váltak. Vannak rajongók, akik minden pénzt megadnának, hogy élőben lássák őket. És van egy televízió, amely eleget tesz a népakaratnak. Bernard Hopkins, Joe Calzaghi, profi ökölvívó mérkőzés Las Vegasból. Vasárnap hajnalban, élőben, a Sport 2. Mellettem egy fáradt, de boldog játékos, Kis Zoltánról van szó, meccs legjobb, gratulálok. Köszönöm szépen. A mezőnyben nekem úgy tűnt, hogy elég kiegyenlített a meccs, de a kapuelő sokkal határozottabbak voltatok, és ismét rendesen megszortáltak az ellenfelet gól. Az elmúlt meccseken nem volt jellemző, hogy 4-et rúgtatok volna. Igen, igyekszünk minél többet rúgni minden mérkőzésen, sajnos az előző mérkőzéseken hiába dolgozunk ki a helyzeteket. Nem tudunk ennyi gólt rúgni, de szerencsére sikerült főleg itt a hazai közönségen előtt egy rangadón, ami kifejezetten keleti rangadó. Én gratulálok a csapatnak, hogy 4 gólt tudtunk rúgni, és úgy érzem, hogy igazán jól játszottunk. Mi nyomasztott a meccs előtt jobban benneteket? Az, hogy kellett a 3 pont, muszáj volt, mert hogyha most itt botlás történik, nagy Isten, azt most már mondhatjuk, mert nem történt, akkor azért jelentős hátrányba kerültetek volna az Élvas MTK-hoz szemben, vagy az, hogy olyan körülmények között kell megvívni, ami ennek tűnt, hogy már meg kell vívni, hiszen patakzott az első odafentől. Így van, nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen az időjárás, nekünk olyan pályán kell játszani, és olyan körülmények között, amit megadatik. Minden megtettünk azért, igaz, a másik félben nem játszottunk olyan fényesen, de gólokat tudtunk rúgni. És Bagoly Gábor is segített. Igen, de ez hozzá tartozik a labdarúgáshoz. Zoli, gratulálok, ráadásul 3 fronton továbbra is álltok, hiszen a döntő megvan ugye a Magyar Kupában. Hát most nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy a Liga Kupában is meglett, és a bajnokságban is megélnek a remények. Így van, igyekszünk mindenhol helytállni, és minél előrébb végezni. Hát kívánom, hogy minél több vágyatok váljon valóra. Gratulálok a mai győzelemhez. Nem tudom, ilyenkor még miért kisétálsz, kis sörözés, vagy valami, nem? A folyadék vesz. Oké, okay, vicc volt. Révész Attila jön. Attila, hát úgy kezdtetek, ahogy ígérted a meccs előtti beszélgetésünk alkalmával, a biztos védekezés szem előtt tartva. Azt mondtad, minél tovább nem tud a Debrecen gólt lőni, annál jobb. Hát a 25. perc tájékáig bírtátok. Ezt nagyon sajnálom, mert olyan szituáció után kaptuk a gólt, amire tegnap külön fölkészültünk. Nem tudom pontosan, hogy ki volt az a játékos, akinek a 16-os előtere ki volt osztva. És egy lecsorgó labda után, ugye ott 11 méter húszák megszerezte a gólt, jól tudom. Aztán egy szögletből, a hegedűs elmélázott, nem tudott felugrani a játékossal, és innentől kezdve borult a hadrend. Eddig a pontrugásoknál, illetve rögzített szituációknál rendre jól teljesítettünk. Most úgy éreztem, hogy néhány játékos nem tudott kellőképpen a rangadóra fölkészülni. Tompább volt, és ez okozta, hogy ütemkéséseik voltak az ilyen párharcoknál. Ezzel nyerte meg a Debrecen a meccsét. Második fél időben, mikor kijöttünk, akkor változtattunk a biztonságos védekezésünket, föntébe adtuk, átálltunk a 2-2-re hátul. Ez kockázatos volt, tudtuk, mert a Gabi az ugye, és a Buszi az a Puma és a Kerekes ellen kellett, hogy csatázon, ez az utóbbi 11-es igazolja, hogy ez sajnos ez a félelmünk, ez helyén való volt. Akkor viszont mezőnyben bátrabban játszottunk, oda jutottunk a kapujuk előterébe, sikerült még gólt is szereznünk. Ugye a játék képe alapján én úgy gondolom, hogy egy picit túlzó ez a 4-1. Annak ellenére gratulálni szeretnék a Debrecennek, és riválisainkat remélem, hogy hasonló játékkal, illetve eredményességgel fogják majd a hátralévő időben megverni. Attila, köszönöm szépen, jó utat hazafelé a mezőnyben. Szerintem se volt gond, hogyha számít, hogy mi a véleményem. A kapu előtti határozottságban viszont a Debrecen vitte a prímet. Herceg András, nem maradtak el a gólok, nem maradt el a győzelem. Elégedett vagy? Az eredménnyel elégedett vagyok.
Másik fél időben ott a szépítőt állt, utána ott volt egy kis zavar a játékunkban, ott nehezen kaptunk lábra, de szerencsére ott a harmadik találat után jobban elkapta ismét a csapat a fonalat, és akkor már ugye még sikerült ott gólt rúgni. A szerencsével sem álltatok hadilábon, bár nem akarom erre fogni a győzelmet és annak különbségét természetesen. Persze, azt gondolom, hogy jó időben rúgtunk gólokat, valóban volt szerencsénk is, de én azt gondolom, hogy a csapat is elszántan harcolt, a játékosok tudták, hogy milyen fontos ez a mérkőzés mindenféle tekintetben, és azt gondolom, hogy a lelkesedésük, a küzdőszellemüknek is köszönhető ez a győzelem. Ez volt a kulcsa, vagy szerinted az, hogy a Nyíregyháza talán túl hamar úgy állt föl, tehát eleve úgy kezdett, hogy lemondott a támadások lehetőségéről, lesve az esetleges szorványos kontra sanszokat? Jó időben sikerült rúgnunk a gólokat viszonylag hamar, és fél időben úgy mentünk ki, hogy a másik játékrészt is próbáljuk megnyerni, nehogy rájöjjünk az eredményre, de hát sajnos ott a másik fél időre, mint ahogy az említettem, nem úgy alakult. Én azt gondolom, hogy összességében a Nyíregyháza nagyon szerzette, masszívan játszott, de én azt gondolom, hogy a még is azért rászolgáltak a három pontra. Köszönöm szépen, gratulálok a győzelemhez. Én pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottak ma délután kollégáim, elsősorban Hajdú Attila szakkommentátor társam nevében. Gratulálok a Debrecennek, és köszönöm a figyelmüket. Búcsúzásul nézzük meg a 24. forduló párosításait, illetve már végeredményeit, hiszen tegnap az MTK nyert a Kaposvár ellen 3-2-re, bár volt 3-0 is. Most ugye a Debrecen, itt az önök szeme láttára győzte le 4-1-re a Nyíregyházát. A Paks megkapta 3 fontot a Sopron ellen, ez most nem is szerepel a táblázatunkban. 7-től Siófok Vasas, Diósgyőr Tatabánya és Fehérvár Győr, ez is rangadószagú összecsapás lesz. És este 8-kor, nem korán, az Újpest fogadja Reálcot, aztán hétfőn nézzék együtt itt velünk a Zete Honvéd mérkőzést is. Természetesen úgy dukál, hogy megmutassuk a táblázatot. Az MTK, ahogy erről beszéltünk, 51 ponttal ott áll az élen, aztán most a Debrecen följött a második helyre 48 ponttal. Az Újpest és a Győr még gyarapíthatja pontjai számát az este folyamán, de most a harmadik, illetve a negyedik helyen 47 ponttal, aztán Fehérvár, Honvéd, Kaposvár, Zalaegerszeg. Majd ha váltunk, akkor látjuk, hogy a Nyíregyháza maradt a 9. pozícióban, a Paks a 10. a most kapott 3 pont ellenére, és ugye még egyszer a Sopronnal hozza össze a sorsolás, de hát ezt a meccset nincs kivele játszani a Dunapartiaknak, és aztán ott vannak a többiek, a Tatabánya, a Sopron gyakorlatilag már kiesőnek tekinthető, és ez nem a mai naptól van így. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak velünk ma délután, viszontlátásra, további kellemes tévézést! Szinte a kertek alatt. Már nincs 2 hónap, és felhangzik az első sípszó az év legnagyobb válogatott futballeseményén. Aki kíváncsi az előkészületek hajrájára, ismerkedne a leendő fő- és mellékszereplőkkel, az nem ulaszta el az Euro 2008 magazin utolsó adásait. Itt, a Sport Televízióban.